Sikerkovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsoda Bogus Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, Csákó Attila vagyok. És köszöntöm a stúdióban Kondás Vilmost, a Makrobuk Kft. ügyvezető igazgatóját, a Miskolci és az Ózdi Géniusz könyváruházak tulajdonosát. Szép napot kívánok! Köszönöm szépen! Én is nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! Ha a kezébe vesz egy könyvet, mit néz meg először? Hát természetesen a borítót, de belelapoz, beleszagol, vagy egy, egy, szakembernek mi az, ami egy könyvben fontos? Beleolvas, az előszót nézi meg? Hát ezt a kérdés két részre osztanám. Egyik az, hogyha egy sztáríróról van szó, akkor, akkor ott olyan nagy gondolkodás nincsen, mert egy sztárírót a neve adja el. Itt feltételezzük, hogy a, a, a külcsény és a beltartalom az már összhangban van, és mind a kettő magas minőségi. Ha új kezdőíróról van szó, mindig azt javaslom nekik, hogy mivel őket nem ismerik, elsősorban a borítója legyen egy könyvnek megkapó, ami, ami, ami vonzza a tekintetet, vonzza a szemet. Másodszorban a beltartalom, ami szintén nagyon fontos, mert azért a könyvnek van utószava, az ember átnézés, akkor abból nagyjából sejt, hogy, hogy vagy egy, egy leíratott, nagyjából sejt, hogy, 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 mire számíthat, és harmadsorban csak az író, mert főleg egy első könyves írónál az író még ismeretlen. Tehát összefoglalva az első gondolatom a sztáríróknál, a könyvet maga a el, a, a kezdőnél pedig az a három, amit elmondtam az előbb. Beszéljünk egy kicsit a gyermekkoráról, nem iskolcon született. Meséljen, hogy hogy élt, hol élt, mit csinált, milyen volt a gyermekkora. Hát én azon kevesek közé tartozom, akinek nagyon-nagyon szép gyermekkora volt, szegény paraszti családból származom, Tornaszentjakabon születtem egy északbosodban egy kis község egy nagyon szép gyöngyszem, a régi edelényi járásnak a legvégén, hogyha most az első világháborút időszakot akkor a régi Torna megyének a csücskébe volt minket nem csatoltak el, hanem maradtunk Magyarországon. Mint mondtam, a szüleim paraszt emberek voltak, és hát szegény falusi gyerekként, vagy falusi gyerekként nem sok, nem sok lehetőségünk volt. Mégpedig talán elmondhatom azt, hogy az én falomban minden valamire, valamire való gyerek tudott futbolozni, pingpongozni, kártyázni, és én még abban a szerencsés helyzetben is voltam, én nagyon szerettem olvasni. És ez az olvasás szeretet, ez máig is megmaradt bennem, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon segített az, hogy most itt vagyok, és azt csinálom, amit, amit csinálok. És hogy került, ha jól tudom, volt egy állomás, egy állomás, az életében, amikor mezőkövesden tanult? Hogy került mezőkövesdre? Jó tanuló volt egyébként? A falumba jó, tehát otthon a kis jó tanuló voltam, de azért el kell, hogy mondjak olyat, ami én szerintem manapság már, már akkor ez megszokott volt, manapság már nagyon ritka, összevont iskolába jártam, 21-en voltunk, és az összevont iskola azt jelenti, hogy 1-8 osztályig egy tanteremben voltunk. Egy tanító volt, Tóth tanító úr, aki 51 évig tanított a faluba, és hát azért mondom én ezt el, mert eh, olyan tisztelete volt a Tóth tanító úrnak, hogy, hogy hát, hogyha ma csak a fele lenne a tanároknak a tanárok felé, a diákok és szülők tisztelete, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg lehetnének elégedve. Az összevont osztálynak azért van egy előnye, főleg amikor az ember felsős, akkor már kevésbé verik meg a többiek. E, nem. Elmondom, hogy én nem nagyon emlékszem ilyen atrocitásra, viszont arra igen, hogy tanító úr, amikor rosszak voltunk, akkor a, kecske, a kecskerágó az egy ilyen négyszögletes vesző, és lefektetett minket a padra, engem is felhúzta a és adott ötöt 5 nyomott a seggemre. Mentem haza, húztam a fenekemet, és akkor édesanyám mondta, hogy mi volt, hát azt elmondtam. Na, még édesanyám is adott kettőt, és amikor találkozott a tanítóról a bótba, azt mondta neki, hogy tanító úr, nevelje meg ezt a Vilmos fiamat, mert ez biztos, hogy rossz gyerek. Hogy került mezőkövesdre? Ennek is van egy külön története. Hát a Szent László gimnáziumban kezdtem a középiskolai éveimet, és hát az egy, először egy, egy, hihetetlen álom volt, mert, mert körzetesítés volt, körzetesített iskolák voltak, hát elvég nekem edelénybe kellett volna tanulnom. De valahogy a faluba minden valamire való szül, akinek a gyereke jó képességű volt, elintézte, hogy mezőkvesre járjon a gyereke. Hát ez így történt velem is, hál' Istennek, mert elmentünk egy falusi búcsúba, és a Édesapám még hatan voltak testvérek, édesanyám meg is hatan, tehát nagyon jó volt, mert annak én, én az én gyerekkoromban, az 50-es évek elején, vagy 50-es években a búcsú az egy szent dolog volt, és hát elmentünk lovaszekérrel. És akkor megkérdezte az édesapámnak a sógor, hogy te Vilmos, hova akarod a fiadat adni tanulni? Hát azt mondja, hogy szeretne mezőkvesde menni, de hát ahhoz kéne egy kis segítség azt mondja, semmi gond, gyere, átmentünk a szomszédba, hát mit a Isten, Zubkó Béla bácsik, a kollégiumi igazgató volt, az ő ott, és otthon volt a Zubkó tanár úr is, és akkor elmondta édesapám neki, hogy hát mi lenne az óha, és mondta, hogy Vilmos, hát semmi gond. Augusztus 28-án lesz a beiratkozás, hozd a fiadat, fel van véve. Így kerültem én mezőkvezre. És akkor volt? Kollégium, hát ami nagyon fontos, hogy a gimnáziumban nagyon-nagyon nagy kollégium volt, mert gyakorlatilag a Hát az volt az eredeti cél is, mert 1910-ben alapították az iskolát, mármint a Szent László gimnáziumot, és az volt a célja, hogy a szegény, képességű, parasz gyerekeket, vidéki gyerekeket vegyék fel, és hát, és hát onnan próbálnak kikerülni, és, és, hát minél több értelmes embert adni, diplomás embert adni az országnak. kollégista voltam, és hát ami nagyon fontos még, hogy ez megint ritkaság, hát szerencse, sok szerencsekkel az életben, majd elmondom. Olyan osztályba jártam, szlovák tanár úr volt az osztályfőnököm még, él, hál' Istennek, szlovák Sándor úr. És hát tiszta kollégista osztály volt, és a gimnázium életébe, most már 2023, 113, egyetlen egy osztály volt, amíg tiszta kollégista osztály volt, a miénk. És hát még egy másik szerencsés dolog, hogy ebből az osztályból, ami hát... Elfogult vagyok, meg nagyon szeretem még máig is a gimnáziumot, és nagyon-nagyon jóba vagyunk, én szinte testvérként szeretjük egy egymást a volt osztálytársaimmal. Hogy rendkívül össze összekovácsolt minket, és hát nemrég volt, hát én azt hiszem, hogy ez is egy történelem, nemrég volt 55 éves érettségi találkozunk, és 50-en kezdtünk, 28-en érettségiztünk, és a 28-ból, meghalt öt ember, és 22 ott voltunk. És hát mi minden öt megtartottuk, és meg, remélem, hogy még, még egy pár öt évünk van hátra, megtartottuk az érettségi találkozókat, és Sajátos osztályunk volt, mint mondtam, hogy tiszta kollégista osztály voltunk. Nagyon-nagyon szerettük egymást, kedveltünk egymást, és szinte testvérek voltunk, de máig is. És nálunk az a divat, hogy visszük a feleséget vagy a férjet is. Tehát nem csak kondásfilmes jön el, hanem eljön a felesége. kisike is, és akkor ott beszélgetünk, eszünk, iszunk, és az este a miénk. Hogy került Miskolcra? Miskolcra úgy kerültem, hogy fő, mezőgazdasági főiskolát végeztem, állattenyésztési és állategészségű üzemmérnök vagyok és hát egy állami gazdaságba, helyőmenti állami gazdaságba kezdtem a és üzemébe, és hát onnan könnyebb volt Miskolcon bejárni, meg a feleségem építész, technikus végzettségű, és hogy Miskolcon dolgozott, tehát úgy gondoltuk, hogy, hogy Miskolcon kezdjük az életet. Ez így is volt, és hát kezdett be albilletből, albilletre vándoroltunk, hát ha jól emlékszem, 75-ben, 75-ben a szülői segítséggel, egy, egy plusz két félszobás öröklakásra befizettünk, ki kellett fizetni a 25 át és a később pedig vettünk fel hitelt, és a később pedig kifizetük, és hát így lettem Miskolci ember. Később persze az élet úgy hozta, hogy, hogy volt lehetőség, hogy kimenjek a munkájámra szolgálti lakásba, Onnan utána volt lehetőségem, hogy Nyéklátházán házán. Építkez... Ez, ez még agrárium volt, mezőgazdaság? Ez, ez még, igen, tehát akkor még az állami gazdaság és TSZ időszak volt, tehát 1988-ban kezdődött a tsz és az állami gazdaságnak a felbomlása, vagy átalakítása, nem, nem mindegy, hogy melyik kifejezés használom. Tehát ez, ez lényegében még 75-ben volt, egy aktív időszak volt. Akkor a magyar mezőgazdaság olyan híres volt, hogy Európa legjobb három mezőgazdasága között tartották számon Magyarországot. Hihetetlen jó volt az állattenyésztés, a növénytermesztés, gyümölcstermesztés, tehát európai hírű volt a magyar mezőgazdaság, és mint amin nagy, nagy szerencsémre egy, egy, egy kis, de annál produktívebb államgazdaságba kezdtem, a helyi államgazdaságban, akkor ott szolgálati kaptam a, a Muhi sertéstelep mellettem, Tanyán, és akkor utána pár év múlva pedig elkezdtem építkezni, és 88-ba építkeztem fel Nyéklátházan, és 88-tól Nyéklátházi lakos vagyok. Az élet pályáját megismerve az ember azt gondolná, hogy önnek inkább 100 hektáron kéne gazdálkodni, vagy TSZ lenni, agronómusnak. Tehát, hogy, hogy, hogy hogy kanyarodik el valaki az indítatása és a pályájáról egy teljesen más irányba, nevezetesen a a könyv, könyv, világába? Üzemigazgató hetesként jöttem el a gazdaságból. Nagyon jó munkám volt, nagyon jó beosztásom volt. De 88-ba jött a privatizáció, és nem tudtuk megvenni az állami gazdaságot. Én is, mint a többi vezető, hitelt próbált, hitelt vettem volna fel, hogy megvegyük a gazdaságot, de ez a dolog nem sikerült, mert nem azok tudták megvenni, akik ott dolgoztak sokan az életüket, ott dolgozták le, hanem, hanem külső szég vette meg az állami gazdaságot. És hát akkor ennek már volt azért előzménye, hogy, hogy ha nem úgy alakul az életem, akkor eljövök, mert 80-as évek elején, még akkor Miskolcon laktunk, és mondja a feleségem egyszer, hogy te Vilmos, a Centrum Áruház előtt van egy utcai könyves pult. Akkor még, hogy ö, érthetően mondjam, abban az időben voltak természetesen könyvesboltok is, de szabad utcai könyvespultok is voltak, ami, amin egy ilyen 10-8-10 négyzetméteres könyvespultokon könyvet árultak, és még egy érdekességet, miért tovább folytatnám, hogy abban az időben olyan hihetetlen könyvéség volt, mert akkor már nem volt szenzúra, már mindent szabadon olvashattak az emberek. És a lényeg az, hogy feleségem is mondja, hogy, hogy most ezeket és ezeket a könyveket rendelte meg, mert bejárt a könyvünknökök a munkahelyekre, és bizományt bothatták és mindig a fizetés mentek, és mit tudom én, két-három fizetésből vonták le azt az összeget, amiért ott vagy vásároltak könyvet a feleségemig. És akkor mondja nekem, hogy hidd el, hogy olyan forgalomban mondja, egyszerűen hihetetlen. Egyik délután úgy jöttem haza, hogy elmentem együtt, megnéztük, és mondtam, hogy Isten, hát ez nem semmi. Na, mit a Isten? Feleségem adta az ötletet, amúgy az életben rendkívül sokszor ő adta az ötletet, és nagyon őszinte vagyok, hogy hát, hogyha ő nem áll mellettem, vagy nincs, nincs, nincsenek ilyen ötletei, akkor valószínű, hogy, hogy... Hány éves házasok? Nem akarom megtörni a gondolatát. Elmondom, 51 éves házasok voltunk november 24-én. Gratulálok. Köszönöm szépen. És hát el kell, hogy mondjam, hogy én szerintem talán azért is haladtunk ennyire az életbe, mert, mert 51 éve idéze be egymás szolgáljuk, meg a gyerekeinket, a családunkat. Na, egy kis kitéri után, hát mondtam, hogy hát izikát, hát megturakoltam, hogy, hogy mi ennek az útja, módja, bementem az a önkormányzathoz, a osztály, és akkor mondtam, mit szeretnék, és akkor kaptam engedélyt, és mit a Isten, fél év múlva, ez volt úgy, úgy nyár elején, fél év múlva, már nekem volt a legtöbb, nekünk, nekünk volt a legtöbb utcai könyves voltunk, szám szerint hat. A villanrendőtől az adhigig a legjobb helyeket idézve lefoglaltuk. És a lényeg az, hogy hihetetlen, hihetetlen, olyan hihetetlen forgalmunk volt, amit nem tudok elmondani. Persze az azt is jelentette, hogy egyrészt a feleségem csinálta, megfelügyelte és én is be, bele, 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 be besegítettem a munkaidő után, vagy hétvégeken szombat vasárnap, de az a ráhárult, és hát azért ez embert próbáló dolog volt, mert, mert akik ott dolgoztak, az reggel, mit tudom én, reggel kilenctől este hat óráig, azok ott voltak télen, nyáron, esőbe, hóba, tehát nem volt egy, nem volt egy, nem volt egy, egy könyv, de hihetetlen szép élet volt. Azt is, hogy szép élet volt. Hát a, a mondom, tehát én szerettem a könyveket gyerekként, és sokat olvastam, de hogy igazából a könyv szeretete akkor, akkor még inkább megerősödött bennem az még ilyen protekciós világ volt? Tehát, hogy a beszerzésnél jattolni kellett a nagykereskedőnek, hogy ön kapja meg az akkor futó sikerkönyveket, vagy, vagy akkor az már egy, egy, ilyen tisztább piac? Elmondok egy dolgot, ami nagyon fontos a könyv, az mindig tisztább piac volt, sőt, sőt piac volt, mert nem kellett jattolni, viszont meg kellett felelni a becsületnek. Tehát nagyon fontos volt, hogy később... De hitelbe kapták a könyvet? Nem, 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 nem. Hanem, hanem, a könyveket akkor fixen kaptuk. Meg kellett vásárolni a könyveket. Uh -huh. Meg kellett vásárolni a könyveket. Logikus, lehetett halasztott fizetés vagy átutalás, de a fix dologba olyan nem volt, hogy nem fizetem ki. Akkor többet nem kaptam. Tehát én nálam nem fordult elő, de... Hát a tranzakció úgy volt, hogy hozták a könyvet, lerakták, ön adta a pénzt. Akkor nem is volt esély, maximum vagy, 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 adtam, vagy hogyha nagy összeg utaltam. Aha, de ami nagyon fontos volt, hogy ez egy direkt direkt megoldás volt, amiben, amibe mindkét fél, az eladó és a vevő is védett volt, mert azt az, az ne itt a pénz, és akkor tiéd. Tehát ami fontos, és hát hál' Istennek azért, mint, mint ö, a feleségem szögligeti, feleségem szögligeti, én meg torna csak a mind a ketten falusi emberek vagyunk, és, és ahol több dolgot megtanultunk, legfontosabb az, hogy addig nyújtózkodja még a takaróért. Tehát, akkor hitelt nem is vettek föl soha. Vettem a lakást, amikor vásároltam uh -huh. lakást, akkor vettem, később vettem, amikor a könyves volt, mert mindig vettem fel hitelt, de mondjuk azok már olyan összeg voltak, amit ebből már nem lehetett kitermelni. Uh -huh. Ebből a bevételek nem lehetett kitermelni. De ezek a bevételek kitermelték azt, hogy hogy a, hogy a pótlásokat azt, azt tudjam finanszírozni. De ami nagyon fontos, hogy hogy kevesebb szereplője volt a piasznak, tehát kevesebb kiadó, kevesebb nap, nagykereskedő volt. De azt is elmondjam, elmondom, hogy, hogy valahogy az akkori időnek választék nagyon-nagyon jó volt. Tehát én nagyon-nagyon szerettem, vagy mi nagyon szerettük ezt az időszakot, mert gyakorlatilag a anyagi alapokat ott tettük le. Hát ez a, talán az aranykor volt, nem? Az mert, aranykor volt. Mert, mert cenzúra nem volt, internet még nem volt, vagy csak nyomokban, és ez olvasásra késztette az embereket leginkább, nem? Ez abszolút aranykor volt mindenfajta tekintetbe, és hát ezt az aranykort mi kihasználtuk azzal, hogy nagyon jó beszerzési forrásaink voltak, és ami nagyon fontos, hogy ott volt az olvasó, és hihetetlen, hogy, hogy annyi könyvet el tudtunk adni egy-egy utcai könyvespolton, ami, 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 még most ebben a jelen helyzetben mondjuk egy áruház megbecsülendő lenne. Mai nap is Azonnali fizetéssel kell a könyveket rendezni a nagyker felé, vagy már van egy kis laufja, hiszen bizonyított? Hát annyi van, hogy sok mindenben változott a világ, talán abba, most, hogyha magunkról beszélünk, én csak magamat ismerem és magamról beszélek, hogy természetesen hosszú évekig direkt fizetési móddal, készpénzzel vagy átutalással vásároltunk, ami, még egyszer elmondom, nagyon jó volt, mert kontrollált az embert. Elmondtam, hogy addig nyújtózkodtál, amíg a takaródért nem volt több pénzed, akkor abból éltél, ami, 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 abból gazdálkodtál, ami, amely így volt. Később természetesen ez már változott, mert az úgynevezett bizományos kereskedői forma kifejlődött, és ami nagyon fontos, itt is az jön, hogy azok kapják ezt a nem minden, nem minden könyvnél van, azt is el, hogy mondjuk, de, de, de soknál ez van, de természetesen nagyon fontos követelmény az, hogy időbe teljesítsél. Tehát nincs tartozás. Ha tartozol, akkor-akkor-akkor. Annak következményei vannak. Ha jól tudom, akkor korábban több üzlete volt Miskolcon, talán Ózdon is, és a megyében. Ezekkel mi lett? Hány, mennyi volt régen, hány üzlete is, és abból a, ez a kettő maradt, ami el, el, most, hát és, ez... és mi, miért miért kellett leépíteni azokat? A következőt, hagyd mondjam, nekem volt Budapesten üzletem, akkor a Bajcsi-Zsiniszki úton egy nagy nagykönyváruházam volt, bocsánat, meg van még Ózdon, és hat volt összesen, fénykoromban nyolc üzletünk volt, és hát azért, azért természetesen egy-egy válság, egy-egy bizonytalan időszak a könyvpiacot is megviseli. Természetesen minket is megviselt, mert rájöttünk arra, hogy egyrészt meg átalakultak a vásárlói szokások. Ami nagyon fontos, hogy most mondhatnám azt, hogy kisebb boltok, tehát ilyen 60-80 száz boltok, azok összességében nem kicsik, mert vannak kereskedelmi ágak, amikbe ez nagy üzletnek számít, de könyvnél, könyvnél ez nem nagy üzletek. Tehát ezek az üzletek, tehát ilyen 60-100 nézetméteres üzleteim voltak, zöme, kivétel a Miskolci, az Ózdi és a Budapesti, sőt az egyetemi is volt, egyetemi könyves volt is a miénk volt, így akkor kilenc rosszul is mondtam. Na, a lényeg az, hogy ezektől az egyetemi könyvesboltól ezért váltam meg 2019 be azért hagytuk ott abba, mert digitalizálták a talanyagot, és a diákok letöltették az internetről, tehát a papír alapú könyvásállás nagyon drasztikusan lecsökkent. Ednék itt ez volt az oka. A többi nép pedig az volt az oka, hogy nem tudtunk olyan választékot tartani a bolt nagyságától, ami, ami mindene kiterjedt. És hát egy példát mondok. A Génusz könyváruház, az volumenében nagy áruház, az Ózdi is nagy áruház, és most egy példát mondok, az, a Miskolci Génusz könyváruházunkban 45 ezer fajta könyvszín van. Tehát azt mondom, a magyar könyvpiac, tankönyv, ott van, tehát megvan. Nem vagyok nagyképű, de el kell, hogy mondjam azt is, hogy szinte mindenünk van, ami kell. És hát a vevők ezt szeretik. A kisebb boltoknál meg az volt a probléma, hogy hogy lehet, hogy bejött három címből, csak egyet tudott megvenni, mert nem, tudtam, nem volt helyem, hogy ott uh -huh. ezt a könyvet. Uh -huh. A kínálat beszerzése az, az, hogy történik? Tehát az árukészlet feltöltése az, hogy zajlik? Hogy a nagykereskedő azt mondja, hogy a következő egy hónapban, fél évben ilyen könyveket fogok a piacra dobni, vagy pedig a vásárlók jönnek be, és azt mondják, hogy nem lehet, hogy megjelenik az a könyv, vagy annak a második része. Tehát, hogy mi az arány, és tehát honnan tudja meg, mint kereskedő, hogy mivel tud gazdálkodni a következő időszakban. Nem a megjelentekre gondolok már. Hát, ez, ez nagymértékben leegyszerűsített, meg, meg profi, tehát profi módon is zajlik ez. Most nálam, nekem a génuszkönyváruházban van egy munkatársam, aki csak ezzel, akinek csak ez a munkája hogy figyeli a megjelenéseket, figyeli, hogy mikor mi fog megjelenni, mi lesz, amire számíthatunk, és ezt, ezt legalább azt mondom, hogyha nem is minden nap, de egy héten, héten több alkalommal átbeszéljük, hogy na mik a várható megjelenések a kiadók, minimum egy fél évre, de inkább egy évre megmondják, fölteszik a honlapjukra, hogy, hogy mik lesznek a várható megjelenések. Ezeket mi tudjuk, és természetesen mazsolázunk belőle, hogy, hogy, hogy ebből ennyi kell, abból annyi kell, ez be fog futni, ennek jó a neve. Úgy, úgy, a tapasztalat adja ezt a, ezt a dolgot, ezt az utat. A másik nagy segítség a vevő. A mi szakmánk olyan, hogy a vevő legalább olyan okos, mint mi, ha nem okosabb. Mert most tényleg nehogy bárkit megsértsek. Egy könyvesboltba nagyon értelmes emberek járnak. Diákok a nyelvkönyvért, tankönyvért, az értelmiségek, a sikerkönyvekért, meg, meg ami kell, a, a szülők, nagyszülők, az unokáknak mesekönyvet, tehát nem akarom most felsorolni, tehát nálunk sokfajta ember megfordul, és ezektől az emberektől mi információt kapunk, kérünk, és nem nagyon-nagyon fontos, hogy mi nem szígyenünk kérdezni. És mivel nem szígyenünk kérdezni, éppen ezért no, sok olyan információnk előfordul, Amelyik, amelyik amelyik nekünk hasznos. Most egy példát mondok, hogy, hogy igazat mondtam. Jöttem ide magához, és fordultam ki a Génusz könyváruháznak a, a parkolójából, és megállít egy ismerősöm, hogy most jelenik meg az egyik, egyik ö, olyan szerzőnek vagy írónak könyve, aki hát a divatvilágába tevékenykedett, börtönbe zárták. De már nem volt időm lecsekkolni a dolgot, hogy megkérdezem a kolléganőmet, hogy van ez a könyv, mikor fog megjelenni. És a lényeg az, hogy igen. És ezt, ez a könyv felkeltette az érdeklődésemet, mert tudom, hogy miről van szó, és biztos vagyok benne, hogy ez a könyv sikeres lesz. Mert hát az embereket általában mi érdekli? Az érdekli, annak van hírértéke, ami az átlagos élettől eltér. Mint vállalkozót kérdezem, volt a nagyobb bukása, illetve mit gondol magáról a bukásról, hogy az mennyire része egy vállalkozó életének? Hát az élet az senkinek nem sétagalop. Egy átlagembernek sem, egy családnak sem, egy vállalkozónak sem, tehát senkinek nem sétagalop. Én úgy hiszem, hogy, hogy egy embernek az életébe legyen, legyen az, az vállalkozó is több, több bukása van, és több bukás belefér. Nagyon-nagyon fontos, Elmondtam már ezt a beszélgetésünk elő, beszélgetésünkkor nem régibe, hogy addig nyújtózkodja még a takaród ér. Én paraszt családból származtam, és édesanyám mindig azt mondta, hogy fiam, kell egy adag pénz a megér, napi megérhetéshez, kell arra pénz, hogy, hogy, hogyha valamilyen befektetés van, vásárlás, vagy akarunk venni egy tehenet, akkor ki tudjuk fizetni. És nagyon fontos, hogy legyen tartalék pénzünk, mert majd jön a búcsú, jön a karácsony, jön a húsvét, jön a szilveszter, vagy ne adj Isten egy temetés, vagy esküvő, hogy ezt meg tud finanszírozni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mindig kell annyi tartalék tőkétnek lenni, amennyivel a nehéz időszakokat átvészeled. Én nagyon őszintén mondom, hogy volt nehéz időszak logikus az életünkbe, és minden időszakot azzal tudtunk ne, rossz a kifejezés átvészelni, azzal, azzal, tudtunk könnyebbé tenni, hogy mindig volt mihez nyúlnunk. És ez egy nagyon fontos dolog. Hát természetesen nekem is volt, mert, mert volt, egy, volt egy olyan nagyon-nagyon jó sorozat, ami iszonyatos volt, egy angol írónak a könyve, és bődületes siker volt, bődületes. És ennek az egyik részénél, hát ebből a könyvből tízezer darabot vettem, tízezer darabot, most egy átlagíró három-négyezer példányban adja ki könyvét, tíz. Akkor ez a könyv kijött Magyarországon egy millió példányba. Jól mondom, egy Tíz-tizenöt darabok, és mindig-mindig elment. Érdekes, hogy az egyik, az ötödik része nem ment el. Valami, valami, nem tudom, valami, nem stimmelt. Beleunt, mindegy. Na hát ott, ott beragadt egy pár ezer könyv. És akkor mi lett? Lassacskán, lassacskán elcsöpögtettem adtam belőle komoly kedvezményt, és azt mondom, hogy azzal, hogy, hogy adtam komoly kedvezményt, minimalizáltam a veszteségemet. De lassacskán. Logikus, hogy tanulság ebből az volt, hogy a legjobb könyvből sem szabad túl vásárolnod magadat, hanem, hanem inkább rendelj kétszer-háromszor. Fontos dolog az, hogy, hogy ezek az meg kellenek az ember életébe. Tehát ez olyan, mint a Hát én szerintem minden emberrel, akinek kocsi van, előfordult az, hogy hajtott gyorsan. Én nekem is volt olyan, amikor gyorsabban mentem, és gondolom volt, és csak azt mondtam, hogy nem, nem lehet. Nincsen olyan, nincs olyan, nincs olyan az ember életében, ami az ember életétől fontosabb lenne. Tehát a lényeg az, hogy logikus tanulni kell a kudarcokból. Tanulni kell, és nem szégyen szív, nem azt mondani, hogy hát, hát azért, azért, azért. Meggondolatlan voltál. Említette korábban, hogy voltak hullámvölgyek, meg ö, kihívások. Az elmúlt években a papír ára brutálisan megdrágult. Ez mennyiben jelentett áremelkedést a végfogyasztónál a kiskereskedelemben? Tehát, hogy az hogy tudta a piac túlélni? Úgy a könyvkiadók, úgy a könyvkereskedők, és mennyivel kellett mélyebben a zsebükbe nyúlni az embereknek, a könyvet akartak venni? A könyvnek fix ára van. Most mondok egy dolgot, hogy tavaly kiadtak egy könyvet 5000 forintos áron. Fogyasztói áron. A lényeg az, hogy van egy alapszabály, egy könyvet adhatsz szolcsóban, de drágában nem. Mert a vevő azt tudja, hogy mennyibe kör egy könyv. Az 5000 fontos könyvet a saját kontódra, saját hasznod, saját hasznod kárára, saját hasznodól adhatod 4000 forintért. De 6000 ért nem adhatod, mert a szomszédba ez 5000 fontos a könyv. Na tehát, amit ezelőtt kiadtak, még a papírra, tehát ebbe az év, erről az évről beszélünk, tehát azért a, az infláció ebbe az évbe ugrott meg nagyon, a papírára az üzemanyagára, az energiahordozókára ebbe az évben nagyon-nagyon komoly, brutális mértékben emelkedtek, és logikus, hogy az ebbe az évben kiadott könyvekben már ez begyűrűzött. Én azt mondom, hogy, hogy körülbelül 20-25, tehát az új könyvekről, az új könyvekről beszélünk, uh -huh. ami ezelőtti, ezelőtti könyvek, azokat abszolút nem érintettem, azok fixárasok. Tehát ez egy hihetetlen érdekes, tehát nem sok ilyen van az életben, hogy fixáras, mert a tojás, hát az a tojás, ami volt 40 forint, az most már 80-100 forint. Tehát a könyvesboltban ott porosodik egy négy éves könyv, ami akkor mondjuk 4000 forint volt, az ma is 4000. Nem, kevesebb. Mert egy négy éves könyvet az ember... Ja, már az, hogy már elke. tehát egy könyvnek, megint egy érdekeséget mondok, egy könyvet három év alatt el kell adni. Tehát durván ennyi, ennyi három év alatt el kell adni egy könyvet, ha nem, akkor akciózni kell, árengedményt kell adni belőle. És akkor igen, tehát az a 4000 fontos könyv, ami ezelőtt négy évvel, az most lehet, hogy ne, nem négy, csak 2500 forint. Az elmúlt években, évtizedekben, mondjuk az aranykortól számítva, miben változott meg a piac? Úgy a kínálat, illetve a kereslet? Hát én inkább azt mondanám, hogy ez egy utolsó három év, mert az utolsó három évben voltak komoly változások a könyvpiacon, és ezek a komoly változások abban nyilvánulnak meg, hogy, hogy mondjuk a vevő oldalról, ez úgy kezdődött a COVID-nál, a vevő oldalról sokkal céltotosabban vásárolnak a vevők. Az Tehát hogy nyilvánul Úgy nyilvánul meg, hogy tudja, hogy mit vesz, kevesebbet vesz, de tudja, hogy mit vesz. A nyelvkönyvet meg kell venni, hogyha a gyereke nyelvet tanul, a tankönyvet meg kell venni, de már azért a szépirodalom vagy az egyéb, egyéb sikerkő azt mondja, hogy na, nekem tetszik ennek, a költ ennek az írónak vagy könyve, ezt megveszem. A másik meg az, hogy független attól, hogy egyszerű módon lehet beszerezni, mi, én jó magam is, egy-egy könyvből kevesebb példánszámot rendelek, inkább után rendelek, hogy elfogyott. Tehát másként, igen, ne a raktárba álljon, mert lehet, hogy ami nálam nem megy, az máshogy elmenne. Tehát azért van egy ilyen dolog. A harmadik pedig az, hogy megváltozott a beszerzés. Tehát régebben a feleségemmel egy héten minimum egyszer, de kétszer mentünk Budapestre, és akkor és akkor jártuk, mint a mérgezetekére kiadókat, nagykereskedőket, és akkor mi magunk szereztük be a könyveket, és akkor hoztuk haza, és másnap korábban mentünk be, munkatársak is, és akkor mire bejött a vevő, kilencszer már el volt minden, és az újdonság ki volt éve. Most ez a dolog, ez úgy valósul meg, hogy, hogy a könyveket, és a kiadók, nagykereskedők, azok pedig futásszolgálattal kiszállítják a könyveket. És azt mondom, hogy nekünk úgy kell, hogy reggel, 9 órától 11-ig akkor ott legyen, mert az egy kevésbé forgalmas időszak, hogy ki tudjuk pakolni a könyveket. És akkor ami nagyon-nagyon fontos, lényeges, hogy természetesen haladni kellett a korral, megjelentek az internet, internetes áruházak. Igen, ezt akartam kérdezni, önöknek is van, hogy az a, a teljes forgalomban mekkora részt tesz ki, és mennyire fontos pillére a vállalkozásnak. Két webáruházunk van, két webáruházunk van, és hát egyre fontosabb és egyre erősebb. Természetesen ehhez az kell, hogy napra készek legyünk ebbe is, tehát nekünk szerencsénk van, mert, mert a könyváróház készete borzasztó nagy, és ez rajta van az interneten. Tehát, hogyha valaki, maga, egy vevő felmegy, és akkor az interneten, tehát a webáruházunk honlapján lát minden könyvet, ami az áruházban van, tehát ez igen. A webáruházaink forgalma van egy spec tankönyves ami lehet egy mást is, de van egy vegyes, ami lehet tankönyvet, minden. És ami nagyon fontos, hogy na itt kell, itt kell észnél lenni, tehát itt fontos a marketing, itt fontos a, a, a megérzés, hogy időbe tájékoztassuk a vevőket, hogy milyen előrendelések vannak. Tehát mondjuk egy neves írónak a könyve, amit tudok, hogy szeptember végén jelenik meg, annak már a honlapon ott kell lenni, mondjuk augusztus elején hogy várható megjelenés ennek és ennek szeptember uh -huh, végén. Uh -huh. Na tehát ezzel elébe megyünk annak, hogy a vevőket tájékoztatjuk, meg nagyjából erről és mi is belőjük azt, hogy, hogy, hogy körülbelül mit kell majd rendelni ebből a dologból. Uh -huh. Tehát nagyon fontos az internetes kereskedés, és hát én azt mondom, hogy a forgalmunknak, a, tehát a bevételünknek nem döntő, de most már meghatározó Beszélgetésünk első része véget ért. A következő héten pénteken meghallgathatják, milyen illusztris vendégei voltak Kondás Vilmosnak, illetve ki dedikáltak az üzletében, és még Puskás Öcsül is fog nekünk mesélni. Én megköszönöm önöknek a figyelmet. Kondás Vilmosnak a Géniusz könyváruházak tulajdonosának pedig, hogy itt volt velünk, viszont hallásra.